A 30 milliárdos tömbkórház már teljes kapacitással működik. Az új épületek mellett a parkokat is rendbe tették, ahol kellett, fásítottak. A beruházás alatt több út megsérült, ráfért a felújítás a szülészet előtti 150 négyzetméteres területre is, az osztály bejáratánál egy 50 négyzetméteres területet pedig újra burkoltak. Ezeket az információs táblákat nemrég helyezték ki, segíti a betegeket a tájékozódásban. Arculatában illeszkedik a felújításhoz. A vállalkozók egyesület 2014-ben alakult a szervezethez tartozó vállalkozások ajánlották fel a támogatást ezekhez a fejlesztésekhez. Az idén tavasszal tettünk látogatást a kórházba, ahol a kórház munkájával, illetve az új beruházásra is megkettünk meg. Ott merült fel az igény, hogy a főgazgató által kezdeményezett táblakéhezéshez adjunk támogatást. Örömmel mondhatom azt, hogy a valamennyi tagunk támogatta ezt a kezdeményezést. Ennek a hatására jött léte ez a táblak éhezés a kórházban, amely úgy gondolom, hogy nagy segítség lett a kórházi munkának, illetve a, a tájékoztatása a dolgozóknak, valamint a betegeknek. A fejlesztéseket tehát helyi vállalkozók adománya tette lehetővé. Nevelős Jánosnak építőipari cége van, elsőként csatlakozott a vállalkozók nyiregyházaért Egyesület nevében az adományozókhoz, és segített a gyalogos feljáró felújításában. A kórház igazgatója megköszönte a helyi vállalkozók támogatását. Mi elkészítettünk egy listát, egy olyan listát adtunk át a vállalkozóknak, ahol a problémás dolgainkat meg is mutattuk, és felsoroltuk. És ebből a listából szépen szeretnénk ezt kipipálgatni már ilyen értelemben. Úgyhogy már van egy felajánlásunk a Bocskai úti szakrendelő bejárati ajtajának a cseréjére. Ez is egy nagyon, hát hogy mondjam, jó dolog és nagyon örömteli dolog lesz. Meg hát még rengeteg minden van, nem tudnám felsorolni, tudnak példákat mondani, de azt gondolom, ha mindig elkészül valami, arról fogjuk tájékoztatni a sajtót is, meg, a, meg, az itt lakókat, hogy legyenek büszkék a saját embereikre, a saját vállalkozóikra, akik sajátjuknak érzik a kórházat, sajátjuknak érzik ezt a, ezt a környezetet, hisz ez a valamennyiünké. Az információs táblák és az új feljárón kívül az osztályok fali dekorációinak elkészítésében is segítséget nyújthat a helyi vállalkozókat tömörítő szervezet, hangzott el a tájékoztatón.